idegsejtjeink, amik glükóz nélkül nem is működhetnek, ha csak az idegsejtekre gondolunk, és glikolízis révén ezek bomlani tudnak, és új anyagok épülhetnek fel belőlük. Éppen a szénhidrát jellemzőiről hallhatnak érdekességeket a vendégek a kutatók éjszakáján, a hasznos információk után pedig a gyakorlati példák sem maradhattak el a helyi kar előadójában. Viszonylag egy emészthetőbb, könnyebb formában mutatják be az embereknek, akkor sokkal jobban fog tetszeni, és nem csak azt fogják, hogy ezek számok és betűk, hanem ez egy közérthető, minket körülvevő dolgok. Mert ugye mindenhez tudomány kell, hogy reggel megisszük a kávénkat, a kakaónkat. Mindeközben egy másik előadóban Mars Antal mosonmagyaróvári munkásságát ismerhette meg a közönség. Amikor Mars Antal létrehozta ezt a meteorológiai állomást, akkor főként az éghajlat megismerésében gondolkodtak. Városunk 7. alkalommal csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz, a kutatók éjszakájához. Két irányú a mondani valónk, az egyik, hogy megmutassuk magunkat, lássák a városi lakosok, lássák a városból azt, hogy itt vagyunk, az egyetem büszke arra, hogy Mosonmagyaróváron van a karunk, illetve ami még fontos lehet ebben, hogy saját magunkat is bemutassuk. Megmutassuk nekik, hogy a kutatói lét, a kutatói életforma az sok-sok érdekességet rejt magában. Az egyetemmel párhuzamosan a Futura Interaktív Természettudományi Élményközpont is megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt. Elsőként a Dalok az űrből című előadást hallgathatták meg a vendégek. Fly me to the moon, rá kell jöjjön Frank Sinatra, My Heart Will Be Swing című albumára, és ez egy ikonikus dallal váltott Fly me to the moon össze. Fonódott az holdra szállással. Voltak olyanok, amiket fönt az űrben néhány ember adott elő, meg voltak, amit az állomásról adtak nekik elő fel. Később pedig a népszerű látványos kémiai kísérletek következtek, amelynek egyes részei már-már felértek egy bűvésztrükkel. A kutatók éjszakájában azt tetszik, hogy nagyon sok mindent megtudhatunk róla, a kutatók miről dolgoznak. Például itt a kémiáról. Az izgalmas pillanatokat nem csak végignézhették a fiatalok, olykor segítőkre is szükség volt egy-egy kísérlet elvégzéséhez. Készen? Jó? Most! Nem az idei kutatók éjszakája is több száz embert megmozgatott városunkban, a kísérletezés és az előadás közben pedig nem csak tanulhattak, hanem szórakozhattak is a vendégek.